6 együttes lépett pályára Nyíregyházán, a Bencs iskola csarnokában az 5.-6. korcsoportos Diákolimpia megyei döntőjében. A finálét a papírformának megfelelően a vasvári és a kisvárdai besenyei csapatai vívták. A végig szoros mérkőzésen végül egy gólos győzelmet aratott az alacsonyabb osztályú nagypályás csapatokban szereplő játékosokat felvonultató vasvári. Eléggé kiegyensúlyozott mezőnynek sikerült az élén végezni. A csoportmeccsek során is voltak ügyes csapatok, ott egy hónappal ezelőtt ott, de azért sikerült magabiztosan tovább jutnunk. Most a döntőbe pedig ugye 2-3-as csoport volt, ez volt a lebonyolítás rendje. Mi a Bakta Loránd házával kezdtünk, egy nagyon nehéz mérkőzés volt, mert az első meccs volt, még egy kicsit álmosak voltak a fiúk, ugye korán reggel volt ez az első mérkőzés. De nyertünk, utána a Fehérgyalmattal játszottunk, őket sikerült már könnyebben megverni, legyőzni. A döntőbe a kisvárdai besenyei gimnáziummal csapatával játszottunk. Hát minden évben találkozunk, majdnem minden évben döntőt játszunk egymással, úgyhogy jól ismerjük őket, ők is minket. Megint egy nagyon nagy meccset játszottunk. Talán nekünk volt több szerencsénk, vagy jobban koncentráltunk, vagy talán pihentebbek voltunk a sorsolásnak köszönhetően. A lényeg az, hogy megnyertük a mérkőzést 3-2-re. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke bízik abban, hogy az országos döntőben is jól szerepel majd a vasvári. Örömteli eljönni egy ilyen rendezvényre és látni ilyen színvonalú mérkőzéseket, hiszen valóban fiatal srácokról van szó, és jó látni azt, hogy mennyire a szívükön viselik ezt a meccset, mennyire tudnak közösségben dolgozni, együtt mozogni a pályán, és mennyire tudnak örülni egy-egy eredménynek. És örülök annak is, hogy vannak valóban olyan játékosok, akik kiemelkednek ebből a mezőnyből, és bízom benne, hogy őket láthatjuk majd a későbbiekben, utánpótlás szint után majd a felnőttek között is vitézkedni, és bízom benne, hogy tovább öregbítik majd a megye hírnevét, úgy, ahogy most a vasvárinak a győztes csapata, amely már nem először nyert Diákolimpiai megyei döntőt és képviseli a megyét az országos döntőbe. Bízunk benne, hogy most valóban egy olyan eredményt tudnak majd elérni, amelyre méltán lehetünk büszkék mi is. Az országos döntőt 20 csapat részvételével a hétvégén rendezik meg Békéscsabán. A vasvári sok célja a legjobb 8 közé kerülés.